Sziasztok srác, Kekker vagyok, és itt van egy kérdezz felelek videó, amit másodjára veszek újra. Igen! Na, eszméletlen sok kérdés jött, és bizony, most jól meg lesztek válaszolva. Kezdjük az első kérdéssel. Tamás Péter Bárány, vagy Bárány Péter Tamás, nem tudom. Igaz, hogy a túl későn írt kommenteket már nem nézed meg? Ez kamu. Látod, hogy te mikor írtad ezt a kommentet? Ott van 12 órája. És mégis megnéztem. Legközelebb oda fogom írni, hogy de! Megnézem. Szabó Judit, szereted a kókuszt? Hát a kamerán nem tudtam beállítani rendesen a fókuszt, ezért szeretem a kókuszt. Következő kérdés, Hacker B1, miért kérdezel magadtól, te skizofrén vadállat? Tébla a pólót. Ne sajnáld! Van valami kínos sztorid a gyerekkorodról? Kérdezi Orbán Melinda. Te véletlenül nem a polgármesterünknek a lánya vagy? Mert akkor úgy válaszolok erre a kérdésre, hogy így fogok ülni, meg fizetem közben az adót is arra, hogy kérdeztél. Hát van egy nagyon kínos sztorim, de én olyan nyílt vagyok, hogy simán elmondom. Tehát 2 éves voltam úgy kb. Egy nyári éjszakán sütött a nap, este is. Éjszaka. Mamáméknál voltunk, én nekem nagyon kellett már egy jó nagy kolbászt letenni, és éppen ezért, hát a WC-n voltak, ezért nekem el kellett mennem valóval, és még pelenkám sem volt, ezért úgy döntöttem, hogy a fotel mögött egy tökéletes helyet tudok teremteni, gyertyákkal körülvéve oda szarni konkrétan a padlóra. Hát igen, ez egy érdekes sztori volt. Nem, én nem tartom ezt olyan hú, de nem kínosnak, ezért elég kínos. De elmondtam. Most már tudjátok, kicsi voltam még, no, nem tudtam, hogy használja a WC-t se. Következő kérdés, Tanai Gábor, mikor lesz room tour videó? Ha legyen most. Következő kérdés, Guzmics Bálint, milyen kameráid vannak voltak, mutasd be és beszélj róluk. Jó. Hát akkor az egészet egy GoPro Hero 3 Plus Silver Edition-nel kezdtem. Ezt a kamerát nem tudjátok most megnézni, mert nincs nálam, mert elhagytam. Kérem, a tapsot, a tapsvihart hadd halljam. Már érzem, hogy itt a monitor előtt mindenki így. Jó vagy, telefon, vagy mit tudom én. Tudom. A következő kamerám az pedig egy Hero 3 Plus Black Edition kamera volt. Ez az, ami nekem úgy adta a löketet, mert ekkor indult be minden, mikor ez meglett. Ez a kamera egy isten. Hát ezt nagyon szeretem, mert kicsi, bárhova tudom vinni. Jó a minősége is, a célnak megfelel, tehát ezt nagyon szeretem. A következő kérdés. Egy Sony HDR CX220, amit szintén nem tudok bemutatni, RP kamerája, de ott nagyon sokszor használtam a videóban, például a telefonbetyákodás, például a Cserkület, nem az nem. LOL, hogy tudom a videóim? Hát most így pontosan nem tudom, de sok helyen használtam, és az is olyan jó. Tehát az is a célnak megfelel, és az tényleg ilyen videós kamera, tehát videókamera nyilván. Utána az RP kamerája szintén a Canon EOS 600D, ez például a Szellem Paprika kihívás videóban láthatjátok. Ennek is hihetetlenül minősége van, és ezt is nagyon szerettük. Temtük. Akkor utána pedig a mostani videóimat általában a telefonommal vettem föl. Ez egy LG G3 Mini. Itt van a kis kamerája, meg ott is van egy. És akkor ezekkel vettem a videót, tehát ez annyira nem jó minőségű nyilván, mert telefon, de hát a célnak ez is megfelelt igazából. És most pedig egy kölcsönkamerát használok, ezt a régi videóimból nézőim már is tudják, hogy ki ő. A Super Sheriffben is szerepelt, ő volt Attila, akitől kapom ezt a Nikon D3200-as kamerát. Minden héten egyszer elkérem, mert nagyon sok videót próbálok most gyártani, minden héten legalább egyet, és ezt mindig el szoktam kérni. Hát ez egy tökéletes kamera, tehát nekem nagyon tetszik, és hihetetlen jó minősége van, és nagyon megfelel a célra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki innen is, és 10 között köszönjétek meg, hogy odaadta és adta ezt a lehetőséget, hogy tudjak videózni, blablabla, köszi. Következő kérdés. Emlékszel, mikor találkoztunk Szexáron, és oda mentünk hozzá képet csinálni? Persze, hogy emlékszem, itt is a kép. Hát én nagyon meglepődtem, tehát éppen fodrászat után jöttem ki fodrásztól, és egy nagy osztály tömeg volt ott a Gorai téren, Szexáron, és így mondom, akkor ezek a melletti elsuhanók, aztán egyszer csak azt hiszem 3-an vagy 4-en, nem is tudom, már elkezdhetek rasolni felém, hogy Úristen, az ott Hacker B1! Basszú! Aztán odajöttetek, és akkor egy képet kértetek, én meg csak így nézem, hogy ekkora selfie bottal kép. Most. Mondom, jó. Jó, nyugi, lányok. Aztán megcsináltatok a képet, és hát aranyosak voltatok tényleg, mert megleptetek, tehát hirtelen jött, nem tudom, fura volt, de örültem neki, és nagyon szépen köszönöm. Következő kérdés, Huszta Gendel, mikor voltál utoljára pisilni? Hát nem tudom,
Nemrég, most jöttem hozzá, aztán már kellett nagyon. De jó volt. Igazi iskola leadós pisi volt ez. Pavlik Zsanett kérdezi, milyen szakra jársz? Ez egy hosszú történet, eddig gimnáziumban jártam, de most már szakközépiskolába járok, és informatikai rendszergazda vagyok. Rendszergazda szak. Az osztályommal ma találkoztam, és nagyon jó arcok, úgyhogy remélem ebből még lesz valami. Következő kérdés, Katona Csilla, miért kezdtél el videózni? Ha már annól jó volt a Minecraft-tal beindulni, siker kulcsa. Minecraft ötzatok. Nem egyébként azért, mert mindenki nagyon hype-olt el, vagy ami nem volt akkora hype ez a dolog, és úgy gondoltam, hogy akkor én majd belehúzok, beleindulok. Meg lesz. Aha. Nem lett meg. Tehát, hogy kb. 2 éve csinálom úgy normálisan, azelőtt csak Minecraft volt, meg gameplayek, meg ilyen baromságok, aztán ott még a 100 feliratkozónak is nagyon örültem. Emlékszem azok a régi szép idő. Hú, milyen jó volt. Ja nem. Azért, mert mindenki csinálta, ezért nekem is huszáj volt. Híres eternél 3 másodpercre? Fodor Dávid kérdezi. Nem. Tudod miért? Mert csak 2 másodpercig vágok be a videóba. Manfredi Richard kérdezi. Egy 1-10-es skálán hány centiméter vastagon kened meg a gyűrös kenyeret? 8. Mert magyar vagyok, és szerettem a gyűrös kenyeret, és szeres te is. Melyik a kedvenc évszakod? Bozsi kérdezi, Mester Zsombor, volt összetás, puszillak. Én személy szerint nagyon szeretem az őszt. Vaksai Bódizsák kérdezi, kérdezhetek? Hát, nem tudom. Figyelj, én, ez egy biznisz, tehát én először még valaki kiküldök oda, és akkor megbeszélitek, jó? Meg minden, majd fölhívlak, meg egyeztetünk, mert azért ez nem így megy, hogy csak egy írsz egy kérdést. Ezen komoly dolgok mennek keresztül, majd megoldjuk, jó? De egyelőre még így beolvaslak. A következő kérdés, nagyon sokan megkérdeztetek, hihetetlen sokan, hogy miért pont HackerB1? És a videónk fénypontja pontosan ez a rész lesz. Miért pont HackerB1? Itt a videó. Fény derül az igazságra. Story time. Durva, nagyon durva. Ja, fura, hogy pont most kell megtudjátok, de megtudjátok. Itt egy videó, nézzétek. Azt mondták, jó lehetek. Lehetek olyan, mint ők. Kiválasztottak. Hazudtak. Hogy miért lettem hacker? Most már tudod. Na, köszönöm szépen a kérdéseket és a figyelmet. Következő videóban ismét találkozunk jövő héten. Valószínűleg ezeket a kérdéseket még továbbra is folytatom, amiket írtatok. Érdemes követni Facebookon, ugyanis ott fognak ezek a kérdések. Vagy hát ez a poszt, hogy hogyan lehet kérdezni, oda tudtok kérdezni, tehát Facebookon ott keresetek ilyeneket. Tehát most itt kommentben valaki elkezd írni a kérdéseket, azokat lenyakozom, jó? Ne, léci! Nyugi már! Álljatok már! A kérdéseket Facebookon várom. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Hacker voltam. Puszpá, sziasztok! Jók legyetek! Annyira elhadartam ezt a videót, te én már előre vágom a kommenteket, hogy de gyorsan beszélj, én nem is értettem. Akkor videóz, te föcs!